mai műsorunk tartalmából. Tudósítás a TAC Komárom NB1-es kézilabda mérkőzésre. Elkezdődött az asztali tenisz NB1. Egy bai fiú Tokióban. IVB túrán vettek részt az igazi túrázók. Sokan sétálnak, futnak, kerékpároznak a városban, de kétszer egy évben igazi túrázókkal is lehet találkozni a városban. A Komárom-Esztergom megyei Természetjáró Szövetség márciusban és októberben rendezi meg az IVV túrát. Ez az angol rövidítés magyarul a Nemzetközi Népsport Szövetséget jelenti. Ennek a szövetségnek 25 éve lett tagja a megyei szövetség. 30 ország a tagja, és a jubileum alkalmából oklevelet kapott a szövetség. Október 2-án az ökoturisztikai központban várták a szervezők a túrázókat, akik több távból választhattak. Az, akinek például átadtam Farka Zoltánnak az elmúlt évtizedekben 6500 kilométert és 400 IVV túrát, ebben benne vannak a külföldiek is, benne vannak a magyarok is, megtett, és családjával együtt egyébként, illetve hát ezt a nagy számot ő egyedül érte el a családon belül, de megy mindenki. Ez legnagyobb díj az az, hogy az egészsége érdekében tette, példát mutatunk. És itt mondom azt, hogy a Vulkán Tömegsport Egyesület itt volt több mint 50 fővel, a COVID óta ennyien nem voltak rendezvényen Tatán, de ugyanezen a rendezvényen jöttek a tatabányai Cementől, jöttek Tatabányáról, a Dózsa iskolából, tatai iskolákból is jöttek, színes iskolából például, tehát megmozdult valami. Az emberek, nem azt mondom, hogy fölébredtek, hanem egy kicsit a félelmet legyőzték, egy kicsit előtérbe helyezték, hogy egészségük érdekében gyalogolni kell, kirándulni kell. Tata a maga 7, 10, 14 és 20 kilométeres távjaival, természeti szépségeivel, a csekével, az öregtóval, a fényes tanúsvénnyel. Nagyon szépen köszönjük a lehetőséget. A világgyalogló napot teszik értékessé azáltal, hogy nem csak gyalogolnak, tanulnak is, jól érzik magukat. És hát előtte boldogan újságoltad és mutattad ezt a emléklapot, ami itt a kezedben van, ami megint csak egy nagy érték, hiszen a megye értéktárba került egy túra. Igen, fantasztikus dolog. A Gerecse 50 után az Ácstecéri IVV túra került be a megyei értéktárba, és egy héttel ezelőtt Ácstecéren vehettem át ezt a csodálatos emléklapot, azért, mert 25 éve találtuk ki az Ácstecéri emléktúrát, de egyébként a tatai túra is éppen 25 éves, és meg is fogalmazódott bennem, hogy majd Tatát is meg kéne pályáztatni, hogy hasonló elismerésben vegyen részt. A szövetség ezeken a túrákon ismeri el azoknak a teljesítményét, akik sokat túráznak. Ebben az évben a mostani túra alkalmával Farkas Zoltán, a Vulkán Természetjáró Sportegyesület túrázója vehette át a 6500 kilométeres emlékjelvényt. Három nagyon értékes, szép érmet kapott, biztos nagy értéke van. Mik ezek? Igen, ez a túrának a részvétele és a túrákon megtett kilométereknek az igazoló jelvénye. 20 év úgymond munkája van benne, 20 év túrázás. Ennek az elismerését kaptam meg most a Zolitól. Nézem, a legnagyobb az a leghosszabb kilométert jelent, hiszen összesen 6500 kilométer ment, és 400 alkalommal, nagyon gyors szorzás, ez olyan 15 kilométeres átlag lehet. Igen, körülbelül ennyi. Ebben van 20-50 kilométer, vannak tizek is, vegyesen van benne minden táv. Van kedvenc túrahelye, vagy sok, hegye? Sok kedvenc van, a legtöbb itt Magyarországon is, a külföldi IVV olimpiákkal kapcsolatban is sok szép hely van. De itt is a Bakony, a Örzsöny, mindenfelé vannak gyönyörű helyek. Sportként fogja fel ezt, vagy egyszerűen időtöltésnek? Inkább egy kis kimozdulás a négy fal közül, mozgás, sport jelleggel annyira nem, inkább a természetjárás.
azért 20 év alatt 400 alkalom, 6500 kilométer, ez azért sok hétvége, vagy hétköznap inkább? Hétvége, ez mindenképp hétvége, szombat, illetve vasárnaponként vannak ezek a túrák. És mi a legkedvesebb túra emléke? Legkedvesebb? Talán az egyik Gerecse 50, ami nagy kihívás volt az eső és a sár miatt. Egy küzdelem volt az 50 kilométer. Bár egy igazi túrázónak gondolom semmi nem árt. Nem. Ez így van. Reggel már 8 óra után sokan jelentkeztek, hiszen a leghosszabb távon korán kellett indulni. Amikor odaértünk, forgatni éppen a vulkánosok több mint 40 fős csoportja jelentkezett. A szövetség a legnagyobb létszámú csoportokat is díjazza, így Horváth Zoltán elnök nekik is serleget adott át. De kapott még a tatabányai Dózsa DS-e és az esztergomi TS-e is. Első mérkőzését hazai pályán játszotta a TAC NB1-es férfi asztali tenisz csapata. Amióta ebben az osztályban játszanak, az élmezőnyhöz tartoznak. Most is úgy indultak neki az idénynek, hogy a dobogó a cél. Ebben a fordulóban a pénzügyér együttese érkezett Tatára. A találkozó jól indult, hiszen mind a Sipos Adamik, mind a Bak Béres páros győzött, így 2-0-ás tatai vezetéssel kezdődhettek az egyéni meccsek. Adamik csenge Zsigával szemben maradt alul 3-1-re, míg a másik asztalnál Bak óriási mérkőzést játszott Bot ellen. A vendégjátékos kezdett jobban, és a játszmákat tekintve 2-1-es vezetésre tett szert. A negyedik szedben pedig 10-8-ra vezetett, és gyakorlatilag a meccsért adogathatott. Bak nagy hidegvérrel innen fordított, és kivívta a döntő játszma jogát. Itt sem neki állt az ászló, Bot 7-5-re vezetett. Az idegek csatáját hozta a hajrá, hiszen innen már csak a TAC játékosa csinált pontokat, és hozta a szettet 11-7-re, a meccset pedig 3-2-re. Sipos Viktor is megküzdött a győzelemért. Agócs az első és a harmadik szettet is nyerte, utóbbit 14-12-re. Aztán a tatai fiú nagyon összekapta magát, és 3-6-ra hozta a negyedik, ötödik játszmát, így 3-2-re nyert. Béres Gellérit verte 3 sima játszmában, így már 6-1-re vezetett a TAC. Hátralévő meccsek is jobbára hazai győzelmeket hoztak, így végül TAC pénzügyőr 10-4. Bak és Sipos 3-3, Béres 2 győzelmet tett a közösbe, és nyert a Sipos Adamik Bak Béres páros is. A mérkőzésről a hazaik egyik legjobbját, Bak Imrét kérdeztük. Hát úgy gondolom, ez egy szerencse szombat így a számunkra, mert 6-1-es vezetéssel nyugodtan várhatjuk a további mérkőzéseket, de hogy ez kívülről néz ki így, belülről megélve, én nem úgy érzem, mert már a második pólót kéne lecserélnem, úgy megizzasztott az ellenfél. És hát ugye egy-egy mérkőzésen belül a döntőszettes szituációk azok jellemzően nem is a játéktudás beli különbségek döntik el, hanem a lélek jelenlét, vagy az, hogy valaki mennyire tudja megőrizni a higgadtságát. Én ma kivételesen ebbe jól végeztem, és szerencsére megnyertem mindkét egyéni mérkőzést. Igen, kívülről végig az járt az eszembe, hogy mennyire tud nyugodt maradni az ember. Nem tudom, belülről ez, vagy csapódott le benned, de kívülről végtelen nyugalommal játszottál. Hát akkor most kéne elmennem pókerezni, mert nagyon jó póker arcot mutattam. Hát azért sokszor az ember nekem mindig az a nehéz, hogy vagy leülök, és akkor nagyon, nagyon passzívvá válok, vagy nagyon elkezdek rohanni, és ezt a kettőnek a különbözetét kell az embernek egy kicsit belőnie, hogy megőrizni a higgadtságot, de amellett gyors döntéseket hozni, és aktívan irányítani a játékot. Ez az asztali teniszben ez nagy nehézség, hogy itt nem az nyer, aki a leggyorsabb, nem az nyer, aki a legerősebb, hanem aki a kellő tized, század másodpercben a leggyorsabban meghozza a jó döntéseket. És hát az első meccsen gyakorlatilag ez most neked jött jól, hiszen gyakorlatilag játszmalabdáról vesztette el az ellenfeled a meccset. Igen, mi ezt úgy szoktuk így ilyen kicsit szaknyelven mondani, hogy elloptam ezt a mérkőzést, és ez nem is túlzás, azt gondolom, mert 2-1-es mérkőzés állásnál 10-8-a volt az ellenfélnek, gyakorlatilag ez egy megnyert mérkőzés volt, nála volt a labda, ő adogatott, ez is egy plusz előnyt jelentett, nem tudta ezt kihasználni, egy kicsit kevésbé volt éles az adogatás, hagyott nekem teret, lehetőséget arra, hogy visszatámadjak,
addig nagyon fegyelmezetten játszott, megjátszott az én gyengéimet, nagyon jó taktikát kapott, ezt éreztem, mindig úgy kapom a labdát, hogy nekem legyen kellemetlen, és ott egy picit vagy belesietett, vagy pedig úgy gondoltam, hogy most már elég csak bedobni a labdát, és akkor talán elsietem, elrontom, de valamiért sikerült most egy picit higgatnak maradni, és ott egy ritmust váltani. Ezek el tudták dönteni, hogy kiegyenlítettem, és a lélektani előny onnantól kezdve nálam volt, ez általában így szokott lenni. Én is, hogyha egy ilyen mérkőzésen megfordítják ellenem, és döntőszetre kényszerülök, akkor általában már ez egy kicsit olyan nyomás az emberen. A második meccs egy borzasztó nagy ütés párbajt hozott. Melyik a kedvenc játékod? Alapvetően szeretem az ilyen stílusú mérkőzéseket, amikor úgynevezett tisztább játék van. Mindketten támadó felfogásban játszunk, sima ütőborításokkal, nyíltan kezdjük a mérkőzést. Itt most arra utalok, hogy vannak olyan típusú játékosok, amiknek ilyen szemcse, antiborítás van, más a ritmus, megtörik a játékot, sokkal kevésbé tud kialakulni ilyen gyors ütésváltás, labdamenet. Én kifejezetten szeretem az ilyen típusú játékot, mert amikor megtörik a játékomat, akkor szét tudok esni, és elvesztem ezt a ritmust, és sok apró, felesleges hibát tudok véteni. Amikor pedig folyamatosan jobbnál jobb poénok, labdamenetek vannak, akkor sok mozgás van, az ember bemelegszik, könnyebben belefordul egy pörgetésbe, tehát tulajdonképpen ez az evés közben jön meg az étvágy kategóriája, hogyha élvezetes, szép labdamenetek vannak, akkor számomra az azt jelenti, hogy egyre inkább élvezem a játékot, felszabadultabban tudok játszani, mint amikor egy-egy érintéses hibák vannak ilyen taktikai küzdelemben. Aztán, ami számomra külön érdekesség, itt mutattad az okos órádon, hogy mennyi kilométer van benne, de el se hinne az ember, hogy egy pingpongasztal mellett akár 5 kilométer is lehet egy meccsen menni. Igen, ez elsőre furcsa hangzik. Most volt a Nemzeti Sportban egy cikk az asztali tenisz sporttal kapcsolatban, és ott volt egy-két olyan külső komment, így a nagy közönség része, hogy az asztali tenisz nem is igazából úgy fogalmazott, hogy a pingpong az egy hobbi játék, nem is igazi sport. És hát igen, a pingpong valóban azt gondolom, hogy így van. Az asztali tenisz az meg nagyon sokat fejlődött az elmúlt évtizedek során. Felgyorsult a játék, sokkal több mozgás kell, megváltoztak az eszközök, sokkal gyorsabb ütőkkel, borításokkal játszunk, csak mint ezelőtt, 10-15 évvel ezelőtt. És ezért fizikailag is sokkal nagyobb igénybevételt jelent. Ma már az asztali tenisz is megérkezett ebbe a korszakban, ami sok más sportágnál felfedezhető, hogy felgyorsult a játék, és több mozgást igényel emiatt. Azóta újabb hazai meccset játszott a TAC, ahol a vendég Celdömölk 9-5-re győzött. Talán nem meglepő, hogy egy jó kötésű gyerek Tatán a kajakozással kezdi sportolói pályafutását. Aztán vagy marad, vagy mint Szögi István, mert hogy róla van szó, átnyerged egy másik sportágra, jelen esetben az atlétikára. És hogy nem volt rossz választás, bizonyíték rá, hogy 26 évesen 1500 méteres síkfutásban rajthoz állhatott Tókióban az olimpián. Hölgyeknél nem illik a kort emlegetni, de azt hiszem nálad ez a 26 év megengedett. Ez talán a legszebb kor egy középhosszú távfutónál? Úgy gondolom, hogy igen, ez az a kor már, amikor igazán belépünk a felnőttek közé, ugyanis az utolsó korosztály az az U23, a 22 évesek korosztálya, és tényleg ez egy középhosszú távfutónál szerintem az az időszak, amikor a pályafutása csúcsára tud felérni igazából. Neked azért nagyon mozgalmasan teltek a versenyző éveit, hiszen az egy dolog, hogy kajakosként kezdted. Talán egyenes út vezetett utána az atlétikához a sok futás miatt? Igen, úgy gondolom, hogy igen. Rengeteget futottunk már akkor is, amikor kajakoztam, amit közel 8 éven keresztül csináltam, úgyhogy ez mindenképpen egy jó alapot adott a későbbi atléta karrieremhez. Aztán ugye megszakadt a magyarországi pályafutásod. Kétszer is, hiszen kétszer helyet volt Amerikában. Mi szólt Amerika mellett akkor? Hát úgy abban láttam az előrelépési lehetőséget, hogy ott az edzés és a tanulás úgy összeegyeztethető, amire talán itthon nincsen lehetőség, és úgy gondoltam, hogy ezzel talán én is szintet tudok lépni, és még előrébb tudok lépni mind a pályafutásomban. Emellett angolul is jól megtanulok, és egy amerikai diplomát tudok szerezni. Aztán két év után
Egy évre hazatértél az olimpia miatt? Nem, sajnos nem úgy alakult, ahogy terveztem és ahogy elképzeltem ez a kint töltött időszak. Nem igazán találtam meg a közös hangot az ottani edzővel, és ezért úgy döntöttem, hogy haza kell jönnöm annak érdekében, hogy ne hagyjam abba a futást, és továbbra is csináljam. Aztán Utah, Magyarország és Kalifornia, ez már bejött? Igen, a második egyetem, ahol végül a diplomát is szereztem, és ahol befejeztem az amerikai tanulmányaimat, ott már minden sokkal jobban alakult. Végignéztem az eredményét, és gyakorlatilag 1800-tól 15 kilométerig szinte minden távon. Melyik a kedvenc? Vagy ennyire bő egy középtávfutónak a repertoárja? Hát én tulajdonképpen korábban inkább hosszú távfutó voltam, sokáig az 5 és 10 ezer méterre fókuszáltam, junior koromban még azon indultam, junior Európa és világbajnokságon, aztán most az elmúlt 2-3 évben kezdtem el átállni inkább az 1500 méterre, és most már magabiztosan mondhatom, hogy ez a kedvenc távom. Az atléta pályafutását nézve 12 évi munka után jutott ki a világ legnagyobb sporteseményére. Nagyon sokan szurkoltak neki, hiszen középtávfutásban nem sűrűn láthatunk magyar versenyzőt olimpián. Ráadásul nem volt egyszerű a kvalifikáció sem, hiszen mindössze 45 futó lehetett ott a rajtnál. Istvánnak június 30-án 42-ként sikerült megszerezni a jogot. Nyilván, ha valaki azt hallja, hogy Tokió olimpián 23. lettél, akkor lehet, hogy legyint egyet. Azért az 1500-as világmezőny ez borzasztó. Szerintem 35 alatt legalább 20-30-an vannak, már mint 3-35 ön belül. Igen, rendkívül erős a mezőny, és én semmiképpen sem csalódásként éltem meg ezt a helyezést. Persze van bennem hiányérzet, sosem egyik versenyemről sem tudok úgy vélekedni talán, hogy ez tökéletes volt, de teljes mértékben elégedett vagyok a Tokióban nyújtott teljesítményemmel. Ugye most 3-35 körül jársz a legjobb eredményre tekintve. Mit érzel még? Vagy 800-on inkább jobban, vagy maradsz az 1500-nál? Szerintem maradok az 1500-nál, és konkrét időt nem tudok mondani, hogy vajon mire lehetek képes, de tényleg úgy érzem, hogy van még hova előrelépni, és tudok még fejlődni, és bízom benne, hogy ez egy minél jobb időt hoz majd a későbbiekben. Az élmény beszámoló láthatóan élvezte a helyzetet, egykori osztályfőnöke is köszöntötte. A gyerekek is érdeklődve hallgatták, közben egy-egy verseny is látható volt a kivetítőn. A továbbiakban. Tudósítása Tac Komárom NB1B-s kézilabda mérkőzésről. A negyedik fordulót rendezték az elmúlt héten a kézilabda NB1B-ben. A Tac megyei rangadón fogadta a Komárom együttesét. A vendégek újoncok a mezőnyben, és bele kell szokniuk ebbe az osztályba. A sorsolás nem könnyítette meg a helyzetüket, hiszen az első három fordulóban a Plerrel, a Westframe-el és a Budai Fargasokkal játszottak, és szenvedtek vereséget. A Tac két győzelemmel kezdte a bajnokságot, Pécs és Százhalombatta, majd Sziget-Szentmiklóson beleszaladt egy 10 gólos nagy zakóba. Itt hát mindkét csapatnak volt miért küzdeni, a Komáromnak az első győzelemért, pontért, a TASZ-nak a renomé visszaállítására. A hazaiaknál Blázsovics kezdett a kapuban, aztán Kis György, Schneider, Gajdos, Tas, Sárosi hatosa mezőnyben. Az első három percben 4 gól esett, 2-2, majd 3-2-re, 5-2-re a TASZ vezetett. A Komárom lelkesen, nagy iramban játszott, és három találattal a 17. percben már ismét döntetlen, 5-5 volt. A kevés gólosok hibának és a két kapus jó védésének köszönhető. Az első félidő utolsó 10 perce egyértelműen a tataiaké volt, kihasználták a vendégek hibáit, és egy 8-3-as sorozattal 13-8-ra vezettek. A második játékrészt a Komárom kezdte, és rögtön 7-eshez jutottak. Kulai érkezett a kapuba, és védte Hollós büntetőjét. Az első 6 percben 3 komáromi gólra csak egy tatai válasz érkezett. Továbbra is sok volt a hiba, de a hazaiak védekezés feljavult, Pulai újabb hetest védett. Vagy a védekezés volt tatai oldalon túl kemény, vagy a játékvezetők voltak lágyszívűek, de a vendégek 7 büntetőt dobhattak, míg a TASZ csak 2-t, igaz Iváncsik Tamás egyet belőtt, egyet kihagyott. A vendégeknél Bornár 3-3 a hetesekből. A második félidőben gyakorlatilag felváltva estek a gólok.
Most tehát 5-6 ellen az utolsó 3,5 percből 2 percig a hazaiak. Mizsér nem mert bemenni, Schneider. Farkas továbbadja a labdát, mégpedig rosszul. A szélen Mándi már csak vonalon kívül érhet el. Most viszont egy nagyon nyugodt játék kellene, miközben Pulai lemegy. Így aztán mi is 6 mezőnyjátékossal leszünk a pályán. Érkezik Bálint, akinek volt már egy kiállítása. Egyébként 5-ször ülhettek a tacosok a kis padon 2 percre, még a vendégnél 3 kiállítás volt. Belül vagyunk az utolsó 3 percen. Nagyon régóta, 22-17, most már több mint 4 perce. Egy eladott labda. Bálint vigyázott, hogy ne lehessen gyorsan indítani. Egy jó bejátszás és egy fantasztikus Blazsovics védés. Bocsánat, Pulai. Nem akarom elvenni a sikert tőle. 2 hetest kivédett, most pedig egy abszolút zicser talán a legjobb időpontban, hiszen szűk, bő 2 perc, és még bő fél percig ember előnyben vannak a vendégek. Így aztán marad az 5 gólos különbség. Bálint nagyon ügyesen. Györfi nem ért oda, de jobb is. Kranc pedig az üres kapuba lövi második gólját. ...59. perc. A győzelem az megvan, az most már biztos, de az az igazság, hogy nem játszott jól a Tac. Lehet, hogy benne maradt a csapatba a múlt heti Sziget-Szent Miklóson elszenvedett 10 gólos vereség. Schneider. Így lett jó. Mondom én, de Mucsi túljárt Gajdos eszén, és tovább csökkenhet az előny. Bodnár nagyon keményen védekezik Schneideren. Akkor, amikor lassan belépünk az utolsó percbe, 22-18 a Tac javára, és időt kér Nagy Péter még erre az utolsó percre, valamit megpróbál kitalálni. Egyébként ebben a fordulóban 3 meccset már lejátszottak. A Budai Farkasok 30-20-ra verte a Balatonfüredet, ez mindenképpen meglepetés, az arány mindenképpen. Míg a Veszprém 30-29-re győzött a Pler ellen, és az a Százhalombatta, aki itt nagyon simán kikapott 11 góllal, hazai pályán 28-25-re verte a Győrt. Számomra ez is elég meglepő eredmény. És most a mi meccsünkkel együtt egy időben a Pécs Sziget-Szent Miklós találkozóra kerül sor. Ezzel a győzelemmel a Tac a második helyre is följuthat. Nagyon szoros a tabella, a Budai Farkasok áll az élen. De hát nagyon messze van még a vége, hiszen mindössze a 4. fordulónál tartunk. A Komárom eddig 3 vereséget szenvedett. A Plertől, a Veszprémtől és az utóbbi fordulóban a Budai Farkasoktól, ott viszont csak 22-16-ra kapott ki, igaz, hogy hazai pályán. És akkor nézzük az utolsó 50 másodpercet. Schneider, Bodnár, Farkas, beállóban Kranc, kijött labdáért, Bodnár, Schneider, Györfi jól védekezett vele szemben. Farkas, Mizsér épp hogy elérte, passzív van. Nagyon jó védekezett Bodnár. És megvan a 23. gól. Iváncsik Ádám első gólja. A 23. gól, és ez volt az utolsó esemény a mérkőzésen, ami végül is nem hozott jó játékot,
De a TAC megérdemelten 23-18-ra hozta szinte kötelezőt. A hazai győzelem megérdemelt volt, bár lehetett volna nagyobb arányú, és ezt a sikert várták is a hazai szurkolók. Jó félháza Günnar arénában, jó hangulat, dobbal, bekiabálásokkal. A Komárom lelkesen, bátran játszott, míg a hazaiakon érződött az előzeti súlyos vereség hatására. Ezzel kezdtük a beszélgetést is a TAC edzőjével. Gratulálok a győzelemhez, de egy kicsit térjünk már vissza az egy héttel hamarabbi meccsre. Benne maradt a csapatban az a mínusz 10 gól? Benne maradt, én azt gondolom, és ugyanezt mondtam épp egy-két perccel ezelőtt, hogy örülök, hogy ki tudtuk ezt valahogy kínlódni. Ez egy nagyon munkás mérkőzés volt, és valójában pont ma vágtam össze az előző mérkőzés hibáit vagy tanulságait. És hát hosszú lehetett. Hosszú is volt, igen, és visszaköszönt. Hát, mint említettem, igazából a múlt heti vereségnek a mértéke és módja volt az, amiből én mondtam a srácoknak, hogy nehéz kilábalni. Jött egy felszálló ágba lévő csapat annak ellenére, hogy kikaptak az első három fordulóba, de én láttam, hogy egyre javuló formát mutatta, kiegészült egy-két fiatallal. Tehát azt kaptam, amire számítottam nehézségre, de nem mondom, hogy jól játszottunk, nem mondom, hogy hibátlanul, de azzal, hogy végig küzdöttük, végig szenvedtük a mérkőzést, ez most elég volt. Kicsit sokba került, hiszen a sérültjeink mellé még kettő újabb lett, ami nem fogja megkönnyíteni a helyzetünket, de mennünk kell tovább, tehát ennyi, ez a lehetőségünk van csak. Nagyon bátran játszó Komárom ellen kellett helytállni, néha talán ilyen kamikáza módra is játszottak. Igen, gyakorlatilag azt gondolom, hogy nekik semmi vesztenivalójuk nem volt. Nyilván fűtötte néhány játékost egy plusz vágy, hiszen sokan játszottak itt, voltak itt, és van egy ilyen plusz motiváció ilyenkor. De mivel nincs vesztenivalók, ezért gyakorlatilag teher nélkül játszhattak. Ez sokszor megmutatkozott, hiszen olyan dolgokat is elvállalhattak, el tudtak vállalni, amit ha egy csapaton játékoson nyomás van, akkor azért kétszer is meggondol, hogy ilyenre vállalkozzon. Döcögős volt a hazai részre az egész meccs, de nagyot küzdve 9 játékos szerzett gólt. Tass és Schneider jutott 5 gólig, Schneidert kérdeztük, milyen volt belülről a mérkőzés. Légnyögvény előse sikerült. A múlt héten ugye egy elég nagy pofonba szaladtunk bele. Az egész csapat alul teljesített, sajnos azon az idegenbeli mérkőzésem. És hogy valószínűleg ennek köszönhető, hogy most egy kicsit a várnál nyögvenyelősebben, ahogy fogalmaztál, tudtunk győzni. Nyomot hagyott egy kicsit a fiúkba, de úgy érzem, hogy ez a győzelem, ez küzdelmes volt, és reméljük, hogy ez visszabillenti a csapatot egy kicsit a normál kerékvágásba. Mindenképpen küzdelmes, hiszen nagyon bátor, néha talán túl bátor ellenféllel találkoztatok. Igen, nagyon akartak, nagyon meg szerették volna mutatni, hogy igenis helyük van az NB1B-ben. Itt most nagyon sokat számított az, hogy lassítani kellett a játékot. Igen, hozták ránk, de azért mi sem szerettünk volna teljesen lassítani a játékot. Külön pikantériá volt a mérkőzésnek, hogy az öcsémmel most játszottunk így egymás ellen egy tétmérkőzést, úgyhogy ez is megadta az alaphangot, úgy érzem. Úgyhogy tényleg, ahogy fogalmaztál, egy küzdelmes meccs volt, egy nagyon szívós ellenfél ellen. De mondom még egyszer, hogy bízom benne, hogy ez a győzelem ez kicsit most visszalendít minket arra a szintre, amit mi igazából tudunk, és el fogjuk érni a céljainkat a végén. Ezzel a győzelemmel a TAC a negyedik helyen áll. Legközelebb Balatonfüredre megy a csapat, míg október 24-én a Player együttesét fogadja. Előzetes következő műsorunkban. Hexatlon a laktanyában. Tenisz idényt záró gyerekverseny.